Most pedig felkérem dr. Puskás Tivadar országgyűlési képviselőt, hogy tartsa meg beszédét. Három napja a csíksomlyói búcsún összegyűlt tengernyi magyar kitartást, összetartozást, erőt és hitet sugárzott. Erkölcsi tartást mutatott, és hitet a jövőben. Hitet és meggyőződést abban, hogy nem erőszakkal, hanem az egymás iránti felelősséggel lehet rendben, atrocitás nélkül ünnepelni. Június 7-én vasárnap is ilyen magasztos lélekkel kell minden embernek elmenni, szavazni az Európai Parlament magyar képviselőire. Tisztelt szombathelyi polgárok, tisztelt hölgyeim és uraim, kedves barátaim! Magyarország az ezredforduló után a térség legerősebb, legígéretesebb országa volt. Ma sereghajtó, gazdasági teljesítményes, iralmas, az államadósság közel 83%-os erkölcsi válságban. Nem az egymáson segítés, hanem az egyéni érvényesülés, a haszonszerzés a hivatalosan elfogadott, az ország mai vezetői által sugallt modell. Ma korrupciót és ügyeskedést látunk. Napról napra változó programok, megvalósíthatatlan és megvalósulatlan ígéretek okozzák a bizalmatlanságot. A megszorítások az emberek terheit növelik. A Gyurcsány-Bajnai csomagok legújabbika 300 milliárdot kíván elvonni. Ez azt jelenti, hogy minden magyar állampolgár, kicsi és nagy, csecsemő és aggasztján 2,5 millió forinttal tartozik. Az emberek joggal gondolják azt, hogy ők semmit nem csináltak rosszabbul most, mint 6, 7, 8, 9 évvel ezelőtt. Az ország vezetői a felelősek a válságos helyzetért. Az elszámoltatás nem a listázás, az üldözés, hanem az elszámoltatás a legsúlyosabb kérdések egyike, a legelemibb, a legmélyebbről feltörő népi igény. Minden ember felelős tetteiért, ez ránk, a közügyeinek intézésével megbízott szolgákra fokozottan érvényes. Az ország népe minden vezetőjétől azt várja, hogy a hazában biztonság legyen, kiszámíthatóság, bizalom és nyugalom. Azt várja, hogy gyarapodjék békés, szerető családja. Azt várja, hogy keresetükből jusson a szükségletekre, betegség esetén pedig szolidáris legyen hozzá a társadalom többi tagja. E vágyuknak adták kézzel fogható jelét az emberek a tavaly tavaszi népszavazáson. E vágyuknak kell hangot adniuk június 7-én, vasárnap is.
ez mindenkitől pontos értékelést és hidegfejű józanságot kíván. Ma csupán a Fidesz-KDNP képes olyan európai, majd parlamenti többséget létrehozni, melyel biztosítani lehet a nagy változás feltételeit. A jelszó tehát így hangzik. Csak a Fidesz-KDNP. Nem történhet meg az, ami 2002-ben és 2006-ban, amikor a szocialisták az utolsó pillanatban képesek voltak lehasítani a Fideszről 2-4%-ot, és ezért elpárolgott a jobboldal kormányzati lehetősége. Nincs előre lefutott meccs, nincs előre lefutott választás. Ha a magyar társadalom nem teszi világossá, hogy elég, akkor a Fidesz-KDNP sem tudja megállítani a Gyurcsány-Bajnai korszak újabb és újabb támadásait. Nem szabad szétforgácsolni erőinket. Nem szabad megosztani a változást kívánókat.